amiről a fiatalokkal nem lehet eleget beszélni. Dohányzás, alkohol, drog, éc. A Dada mozaik szó jelentése a 90-es évekből. Azóta sokat változott a világ, így a bűnmegelőzési program is követi a kor kihívásait. A gyermekek és fiatalkorúak megvédése, akár a bűnmegelőzésbe való bevonása, aktív bevonása elég régóta téma Komárom-Esztergom megyében, illetve sok mindenben előrébb járt a Komárom-Esztergom megyei rendőrfőkapitányság, mint más területek az országban. Mikor is kezdődött ez, és hogyan? Hát, hogyha a Dada programról van szó, akkor ez már egy nagyon-nagyon régi történet. 1990-es évek elején merült fel a gondolat, hogy itt nálunk is kellene egy olyan bűnmegelőzési program, amivel a gyerekeket érik el. És annó a Veszprém megyei kollégák Amerikában jártak, ahol megismerték a DÉR nevű programot, ami egy iskolai rendőrségi program volt ott kint, és ezt honosították meg, adaptálták magyar viszonyokra, úgyhogy 92-től Dada néven elindult ez a program. Ugye ez egy mozaik szó, dohányzás, alkohol, drog és éc szavakból tevődik össze, és hát ezzel indult annó a rendőrség. Akkor is már egy országos program volt, és most már tényleg 24. éve megy ez a program, és zajlik továbbra is. Az időt követnie kell-e ennek a programnak? Gondolok itt arra, hogy a legifjabbak sokkal-sokkal gyorsabban haladnak a korral, mint azt gondolnánk. Természetesen, hiszen az ott ez már egy teljes generációváltás történt ez alatt a 25 év alatt. A program évek során többször is megújult, tehát például az elnevezésből a dohányzás és az éc témák igazából már nem is szerepelnek benne, tehát hogy az éc az egészségnevelési téma, nem a rendőrségi hatáskörbe tartozik, tehát például az éc az teljesen kikerült, bekerültek viszont olyan témák, amik manapság aktuálisak. Az elmúlt 24 évben igazából háromszor újult meg a program, most utoljára 2 évvel ezelőtt. Teljesen új módszertani kézikönyv készült, és új témák kerültek be. Ilyen például az internet veszélyei. Ami örök téma, ez az elkövetővé sértetté válás, ez benne maradt. A drogok, a kisiskolásoknak a biztonságos élet. Tehát vannak, amik azért állandó bűnmegelőzési témák, de mindig azok az aktualitások is bekerülnek, amik éppen adódnak, és most tényleg az internet, ez egy ilyen téma. A bűnmegelőzés az pedig egy olyan téma, amit ha nem lenne, akkor tudnánk meg, hogy valójában mennyit ér, milyen kincs a rendőrség kezében. Vannak-e statisztikák, ami alapján ki lehet mondani, hogy sikeres ez a munka? Nagyon nehéz kérdés. Nagyon nehéz kérdés. Ami nem történik meg, azt nagyon nehéz kimutatni. És hát ennek elég komoly háttérszámításai vannak. Magyarországon nem is tudok olyan hatékonyságvizsgálatról, ami a bűnmegelőzést mérni. Viszont Németországban már láttam ilyen példát. 2 éve volt szerencsém a németországi prevenciós konferencián részt venni, ahol a legfőbb téma pont ez volt, hogy hatékony a bűnmegelőzés. És hát tényleg olyan bonyolult közgazdasági számítások állnak a háttérben, ami mindenféle tényezőt számba vesz. Tehát, hogy ez a bűnözés maga egy bonyolult társadalmi kérdés. És rengeteg hatás tevődik össze, tehát társadalmi, gazdasági, közösségi, az adott település, és persze a rendőrségi munka hatása. Így együtt, tehát én azt kell, hogy mondjam, hogy a rendőrségi bűnmegelőzés, ez egy torta szelet abból az összhatásból, ami egy egyént ahhoz ér, hogy elkövető lesz, vagy áldozat, vagy éppen miért nem lesz az. Tehát bonyolult számításokkal ezt azért meg lehet mondani, de itt Magyarországon nincsenek még ilyenek. Mégis azt mondják nemzetközi kutatások alapján, hogy nagyjából minden, mondjuk amerikai számítások azt mondják, hogy minden erre fordított dollár $4 megtakarítást hoz. Tehát azt kell mondjuk, hogy megéri, de ez tényleg nagyon nehéz kimutatni, hogy mennyire hatékony, mennyire nem. Amit itt helyben érzékelünk, az például az idősek körében folytatott programunk, a kortárs segítő program, amivel bevontunk önkéntes időseket ebbe a programba.
Ott azt látjuk, hogy még az országban volt egy időszak, amikor megemelkedett az idősek sérelmére elkövetett bűncselekmények száma, tehát itt a trükkös lopások, csalásokra gondolok elsősorban. Itt a megyékben, mióta elkezdtük a programot, egy folyamatos csökkenés látható. Ezt gondolom, hogy azért ezzel hozzájárultunk mi is ehhez a csökkenéshez. Itt Komárom-Esztergom megyében mi a tapasztalat? Mennyire könnyű bevonni akár a fiatalokat, akár az időseket egy-egy ilyen programba? Idősekkel próbálkoztunk egyelőre a kortárs segítésben. Meglepően könnyű. Tehát azt gondoltam, hogy azért Magyarországon nehéz megmozgatni embereket önkénteskedésre, mert hogy azért még nincs olyan hagyományom, mint mondjuk tőlünk nyugatabbra, de nagyon pozitívak a tapasztalataink. Tehát nagyon-nagyon, most már több mint 300 idős kortárs képzőnk van, aki részt vesz a programokban, rendszeresen jön, továbbképzéseket tartunk, és végeztünk a körülbelül egy felmérést, 27 másik idős embertől elérnek. És ugyanezt a kortárs segítést szeretnénk egyébként a fiatalok körében is elindítani, főleg a drogprevenció terén lenne ez egy nagyon hatékony módszer. Hát azt kell, hogy mondjam, hogy ehhez bizony pályázati forrásokra lenne szükség, és éppen most nem sikerült. Egyszer pályáztunk, azzal nem nyertünk, próbálunk forrást keresni hozzá, hogy ez hogyan tudnánk megvalósítani, de szeretnénk a fiatalok körében is. Ha itt körülnézünk ebben a szobában, ahol most beszélgetünk, akkor úgy tűnhet, mintha egy óvodában lennénk, egy óvodai játszószobában, de az a gyerkőc, aki ezt már látta, vagy aki ide kerül, az nincs szerencsés helyzetben, igaz? Igen, hát bizony itt a látszatcsal, ez nem egy óvodai szoba, ez a különleges meghallgató szoba itt a főkapitányságon. Ezt azért hoztuk létre, 2005 óta van ez a szobánk egyébként, azért hoztuk létre, hogy az áldozattá vált gyerekeket lehetőleg itt hallgassuk meg. Általában azért nagy trauma is érhet gyerekeket, tehát itt gondolok elsősorban a szexuális jellegű bűncselekményekre, családon belüli erőszakos ügyekre, amikor egy kisgyereket nagyon-nagyon megvisel, és hát létezik a másodlagos áldozattá válás, ami azt jelenti, hogy amikor utána egy áldozatot még kérdezgetünk, hogy hogy történt, mint történt, és így tovább, azzal egy másodlagos áldozattá válást lehet elérni. Ezt szeretnénk megelőzni, hogy minél kisebb trauma legyen azzal, hogy egy gyereket meghallgatnak. Úgyhogy ebben a szobában hallgatja meg szakértő, illetve az, akinek kell a kisgyerekeket, és felvétel készül. Tehát készül egy videófelvétel, ennek pedig az a célja, hogy utána a büntetőeljárás további részében már ne kelljen a gyereket meghallgatni, hanem ott a felvétel, továbbiakban, ügyészi, bírói szakban már ezt a felvételt kellene használni. Talán ide tartozik a téma a gyerkőcöket ért támadásokkal kapcsolatban, hogy bekerült a DADA programba egy I betű is, az internet. Ebben mi a teendője akár egy szülőnek, vagy egy pedagógusnak? Igen, hogy már volt róla szó, valóban az internet egy csúcs téma manapság. Hát ugye megjelentek az új médiák, az új szociális közösségek, és hát ezekkel ugyanaz a gond, ami egyébként az iskolai erőszak terén is, hogy a zaklatásoknak és a rossz dolgoknak is teret tud adni, tehát nem csak jóra, rosszra is lehet ezt használni. És hát ez az, amit a gyerekekben tudatosítani kell, hogy akár ilyen iskolai zaklatások folytatójaként a Facebookon és egyéb helyeken, ha folytatják a zaklatást, az is bűncselekmény, és akkor aki áldozattá válik, neki is tudjunk támpontokat adni, hogy hogyan kérhet segítséget, mit tehet ilyen esetekben. Elég nagy számban vannak egyébként ilyen dolgok, hogy interneten keresztül zaklatások vannak. A másik pedig ugye az ismeretlenekkel való kapcsolatfelvétel, chatfórumokon, egyéb helyeken, és utána esetleg a személyes találkozó, tehát ezektől is mindig nagyon óvjuk a gyerekeket, hogy ismeretlenekkel így ismerkedjenek. Hogyan néz ki egy ilyen iskolai foglalkozás? Hogyan veszi fel a kapcsolatot a diákokkal, a gyerekekkel? Hát minden esetben, ha új osztályjal kezdek, akkor elsőképpen egy bemutatkozó órát tartok
nekik, és ez úgy épül fel, hogy milyen modern eszközöket is használunk, hogy egy PowerPointos vázlatot készítettem a saját életemről, az eddigiről, ahol bemutatom a gyerekeknek, hogy a gyerekeknek is lehetnek céljaik, hobbiaik, vágyaik, és akkor ezt hogy lehet megvalósítani, és hova lehet eljutni, és persze tudatosítom bennük, hogy azért a felnőtteknek is vannak álmaik, céljék, és ez viszi előrébb az embert abban, hogy eljusson valahova, és utána, miután én bemutatkoztam nekik, akkor megkérem őket, hogy mondják el, hogy kik is ők, nekik vannak-e rövid távú, hosszú távú céljaik, ismerik-e úgy a szüleiket, hogy tudják, hogy nekik vannak-e vágyaik, vannak-e olyan dolgok, amiket szeretnek csinálni, és tulajdonképpen az első óra ezzel telik el, hogy bemutatkozunk és alaposan megismerjük egymást. Mi a tapasztalat? Vannak a gyerekeknek céljaik, álmaik? Hát ez egy ravaszfogós kérdés, mert a tapasztalatom az, hogy nagyon kevés az a gyerek, akinek úgy valóban vannak céljaik és vágyaik, vagy nem tudatosul bennük az, hogy amit szeretnek csinálni, az előre is viszi őket az életben. Ezért is fontos, hogy erről beszélgessünk, meg hogy a szülőket is példaként tudjam eléjük állítani, hogy ők ezt szeretik csinálni, vannak hobbik, persze vannak dolgok, amiket muszáj megcsinálni. Azt mondom, hogy azért egy olyan találkozom olyan gyerekekkel, akik meg tudják mondani, hogy mi az, amit szeretnének most. Persze ez változni fog az évek során, de a lényeg az, hogy most tudjon mondani egy olyan dolgot, amit ő előre kerül az életében. Egyébként a bűnmegelőzés szempontjából fontos az, hogy reális álmai legyenek a gyereknek? Hát fontos lenne az, hogy reális álmai legyenek a gyerekeknek, és sok esetben reálisak is lehetnek ezek az álmok. Tulajdonképpen minden azon múlik, hogy milyen a szülői háttér. Hogy mit kapnak otthon a kis batyujukba, ami őket előrébb viszi. Nem nagyon találkoztam, egyszer-kétszer előfordult, hogy nem volt reális, de hát ezt sem törjük le, hanem próbáljuk, hogy úgy a beszélgetést irányítani, hogy gondolkozzon rajta, hogy amit eddig letett az asztalra, ez alkalmas-e arra, hogy azt a célt ő elérje, és hogy még mit kell tennie esetleg. A téma nehéz ezekről a témákról beszélni a gyerekekkel, vagy pedig a kommunikáció megteremtése velük? A témák nem nehezek, amiket így én gyerekekkel érintek. Vannak nehéz témák, nem is biztos, hogy szabad, és ebben a közegben szabad ezeket érinteni. Beszélgetni sem nehéz velük. Az a nehéz, hogy kik azok, akik kibírják, hogy 45 percen keresztül részt vegyenek egy ilyen foglalkozáson, bár azért azt hozzáteszem, hogy most ezek a foglalkozások nem frontális előadások, hanem játékok tulajdonképpen, filmek, azok feldolgozása, ez egy beszélgetés. Tehát nem is hiszem, hogy úgy jön le nekik, hogy egy órán ülnek tulajdonképpen, hanem úgy adunk át információkat, hogy az egy játékos, könnyed, beszélgetős óra. Van egy nyílt koncepció, amibe aztán bármi belefér, vagy pedig azért a gyerekek alakítják az érdeklődésükkel? Alakítják. Nagyon sokszor, nagyon oda kell figyelni, hogy maradjunk a témánál. Tehát ügyesen el tudják kanyarítani, hogy akkor beszéljünk és menjünk el az őket érdeklő dolgok felé, ami nem biztos, hogy abba az órába belefér. Tehát persze én válaszolok, de mindig visszakanyarodunk és próbálkozunk azon az úton haladni, ami az adott témában előre visz. Van-e mostani aktualitás, hogyha tanévkezdetről van szó, akkor a bűnmegelőzés szempontjából a gyerekeknek van-e olyan terület, ami inkább veszélyezteti őket? Amit tudunk el a Dadáról, hogy ez nem csak a bűnügyekről, hanem mondjuk némi kressz is van benne. Tehát tulajdonképpen nekem a második, harmadik órám az érinti már a közlekedést, mert azért a tapasztalat az, hogy a közlekedési szabályok azok nem igen mennek, sem kerékpárral, sem gyalogosan, tehát ezt mindenképpen. Az aktualitás meg az az igazság, hogy amit mi felölelünk ebben a Dada programban, itt minden aktuális. Tehát az internet az aktuális tulajdonképpen, az iskolán belüli erőszak témaköre, ami rájuk vonatkozik tulajdonképpen, az is nagyon aktuális, hogy egymással hogyan viselkednek, hogyan beszélnek. Tehát itt minden, azt kell, hogy mondjam, hogy minden aktuális, amíg én,
amit én oda kiviszek hozzájuk. Nem túl gyakori, amiről már beszéltünk is még az interjú előtt, hogy otthon a szülők mondjuk jogszabályokról beszélgessenek a gyerekekkel. Mennyire lepődnek meg a gyerekek, ha kiderül, hogy amit ők naponta megcsinálnak, mondjuk az igenis mondjuk bűncselekmény. Ez főleg az internet kapcsán jön elő egyébként, hogy ott sokszor úgy gondolják, hogy amit megtesznek, ugye beszélgetnek egymással chat oldalakon, akkor ott azt mond, amit akar. Úgy tálalja, hogy akar, és amikor előjön, hogy a fényképekkel kapcsolatban akár, hogy amit tesznek, az jogsértő tulajdonképpen, akkor ott azért a döbbenet látszik, meg lehet érzékelni, hogy kik azok a gyerekek, akik érintettek ebben a dologban. Meg szokt őket lepni, nem mindenki tudja a büntethetőségi életkorokat, ez még eléggé szíven üti őket, illetőleg még amit meglepve tapasztalnak szintén a bűncselekmények között, hogy amit napi szinten esetleg, hogy én berúgom a WC ajtót, vagy összefirkálom a padot, ugye az sem egy olyan dolog, amit neki ezt meg lehet tenni, mert ezzel ugye más tulajdonát rongálja, és azért szokta őket meglepni az információ, amit átadok. A kulcs tehát a közös munka, szülők, iskola, szakemberek. Jó estét kívánok, köszöntöm mindazokat, akik úgy döntöttek, a mai estét újra velünk töltik. Témánk ezúttal is, mint az előző héten volt, a tanévkezdés, de ezúttal már a középfokú intézmények vezetői lesznek stúdió vendégeink két részletben. Először a Jávorka, a Talentum iskola és a Bláti iskola vezetőivel beszélgetünk arról, hogy hogyan is telt el az előző év, illetve hát mi történt önökkel a nyáron, illetve az iskolával. A Jávorkában mi történt? Hát, ha visszatekintünk, akkor a vizsgákkal fejeződött be. Elég sok vizsga volt idén, amik összességében azt mondom, hogy eredményesek voltak, mind az érettségi, mint a szakmunkás vizsgák. Hát néhány elcsúszás mindig van, de ezek a fiatalok tanulnak majd a hibáikból és kijavítják. Jelentős változások nem voltak az iskola életében a nyár folyamán. És a tanév végén, tehát említettem nagyon szerényen, hogy befejeződött vizsgákkal, de hát itt voltak tanulmányi versenyek, és mi is beszámoltunk róla. Igen, ott szépen szerepeltek a diákjaink a tanulmányi versenyeken, mint a szakmai OSTV szakmai tanulmányi versenyeken. Éltek el szép eredményeket a pékcukrász szakmában, éltek el jó eredményeket, valamint a technikusaink, a mezőgazdászok éltek el szép eredményt. Ott, illetve az élelmiszeripari technikusnál egy országos második helyezés is született. Mi, mikor utoljára beszélgettünk, akkor arról is szó volt, hogy sikerül feltölteni az osztályokat, akkor ezek szerint sikerült feltölteni az osztályokat, mert már az eredményét tudják ennek is. Igen, elég jól indulunk, tehát ebben a tanévben van, ugye most érint minket is a szakgimnázium és a szakközépiskola, mint új elnevezés a képzésnek. Egy szakgimnázium osztály indul, három szakközépiskolai osztály indul. Itt nálunk ugye a PÉK, a mezőgazdasági gépész és a disznövénykertész szakmában indulnak, valamint az érettségére épülő szakképzések is. A mezőgazdasági technikus osztály indul, idén indul egy vadgazdálkodási technikus osztály, indul egy szakmunkások szakközépiskolája, tehát akik már szakmát szereztek, most két év alatt érettségit tehetnek, illetve van egy teljesen új képzés nálunk, ami benne volt eddig is a lehetőségek között, de nem igazából volt rá jelentkezés. Most összejött egy csoport, tehát ők mezőgazdasági technikusok, és erre egy év ráépüléssel vidékfejlesztési szaktechnikus képzésben vesznek részt, az egy nagyon jó csapat. Azt hiszem, hogy ez országosan érdekes, mert nem igazán tudunk róla, hogy valahol ez indult már, tehát egy kicsit kezdeményezők is leszünk, és nagyon bízunk benne, hogy sok érdekes dolog fog történni, amit majd időnként esetleg be is tudunk mutatni. Önöknél mi történt Talentum iskolában a nyáron, illetve hát milyen évet zártak? Sikerekről mi is beszámoltunk önöknél is. Igen, szerencsére voltak bőven. Az előző évet a tervezetnek megfelelően zártuk. A tavalyi évben még nem volt, ellentétben a előttünk álló évvel, hogy legyen érettségiző osztályunk, hiszen három évvel ezelőtt álmodtuk meg, és felmenő rendszerbe kezdtük el bevezetni a
művészeti szakképzést iskolánkba. A tanév végén, tanév végeztével a tanárok mindig tagozat megbeszéléseken értékelik az előző évet. Erre egy egész hetet szánunk, hiszen a felmenő rendszer miatt mindig látnunk kell, hogy mi az az irány, amit jónak gondolunk, és melyek azok a dolgok, amin változtatnunk kellett. Így tettünk az idei évben is, nem csak a középiskolában, hanem az általános iskolában is. A tanév végével, mivel két olyan szakirányt vezettünk be, és hoztunk ide Tatára vagy a megyébe, akiknek nyáron úgymond munkájuk van, nekik elkezdődött a tanév befejeztével a szakmai gyakorlat, grafikus tanulóink nyomdákba, dekoros cégeknél helyezkedtek el a 11-eseink, hogy tapasztalatot szerezzenek, artistáink pedig azt hiszem, hogy a Vízenevirág történetében először fő műsoridőben egy új cirkuszos produkciót mutattak be idén itt Tatán, ami nagyon nagy felkészülést előzött meg, illetve ami nagy dolog az, hogy utána felkérést kaptak a strand kézilabda világbajnokságon való szereplésre. Úgyhogy a nyár az munkával telt, a tanév az rendben lezajlott. Önöknél kicsit más volt ez a tanév, mint a korábbiak, más volt a fenntartó, megváltozott tulajdonképpen minden önök körül. Így van, igen. Mikor utoljára beszélgettünk, ugye azt mondtuk, hogy igyekszünk a lehetőségeket ugye kihasználni, és azt kell, hogy mondjam, hogy jól sikerült az évünk, tényleg eredményesen zártuk. Nagyon sok gyerekünk vett részt különböző tanulmányi versenyeken, mind szakmai, ugye, mind pedig a közismereti versenyeken. A belügyes tanulóink katasztrófavédelmi versenyeken vettek részt, és szép eredményekkel tértek haza. Úgyhogy az évzáron én örömmel adhattam át nagyon sok gyereknek könyvjutalmat a jó tanulmányi és sport teljesítményéért. Mi is az év végén ugye ugyanúgy, mint a másik iskoláknál is érettségi és szakmai vizsgákat bonyolítottunk le. Nagyon szép eredmények születtek, és dicsérő szavakat kaptunk általában az elnököktől, akik nálunk voltak, jól érezték magukat. Viszont ezzel párhuzamban ugye az alsóbb évfolyamokon a nyári gyakorlatokat szerveztük meg. Nagy részében nálunk majdnem 90% a gyerekeknek kint volt vállalkozók mellett ugye gyakorlaton, hogy jobban elsajátíthassák a szakmafortiait, és az informatikus gyerekek pedig benn voltak nálunk az iskolában. Mi magunk között úgy neveztük, hogy vetélkedő műsor, amikor az iskolák elmondják, hogy mit kínálnak a diákoknak, mikor ez a műsorunk zajlott, akkor még önöknél is voltak kérdőjelek, hogy sikerül-e mindent, második helyen kijelölte meg első helyen, akkor ezek szerint minden úgy zajlott, ahogy szerették volna, sikerült elindítani azokat a szakmai képzéseket, amit... Igen. 5 szakgimnáziumi osztályt tudtunk elindítani, 2 belügyes képzést, 1 logisztikai osztályt, teljes létszámmal autószerelő osztályt és 1 fél osztály ketkem és fél osztály gépgyártás technológiai technikust. Ez nagyon nagy 9-es létszám, ilyen még nem is volt az iskola történetében egyébként, és mellette a szakmás részt is nagyon jól sikerült a gyerek létszámokat hoznunk, mind a hegesztő, mind a karosszéralakatos, mind a villanyszerelő és a hűtés légtechnikai rendszer szerelő szakmákban tudtunk csoportokat indítani. Emellett mi is a szakmát teljesítő gyerekeknek 2 éves érettségire való felkészítő osztályt is tudtunk indítani. Ugye emellett mi mindig várjuk azokat a gimnazistákat is, akik ugye nem nyertek felvételt a felsőfokú intézményekben, vagy úgy gondolják, hogy egy szakma az, amire nekik szükségük lenne. Nekik is indítottunk osztályokat, szakmákat, autószerelő, logisztikus, autotechnikus képzésben, ketkem informatikus képzésben vártuk a tanulókat, és jöttek is hozzánk, azokból is indítottunk osztályokat. És ahogy nyitottam az évnyitót most 31-én, én mondtam, hogy a szülők is tudnak egy időben járni a gyerekeikkel iskolába, mert ugye felnőtt oktatást is indítunk az iskolában szeptembertől. Ugye ez azt jelenti, hogy a második szakképesítést is ugye ingyenesen, OK-s szakképesítést ingyenesen szerezhet meg, akinek még csak egy szakmája van, és hát örömmel tudom mondani, hogy villanyszerelő képzésben elektronikai technikus képzés, logisztikai, hegesztőképzésben, autószerelő és autotechnikus képzésben is már felnőttek is járnak az iskolánkban. Igazgató úrtól nem kérdeztem, hogy ez az év, ez mit akar már, mint hogy milyen szakok indulnak, milyen osztályok.
Hirtelen azt hittem, hogy érdeklődsz, hogy én szeretnék-e tovább tanulni. Egyébként vannak szimpatikus szakmák. Mi volt a kérdés? Azután érdeklődnék, hogy idén milyen osztályok indulnak, milyen képzést folytat a Talentum iskola. Nagyon markánsan megfogalmazott iskolánkban több évvel ezelőtt, hogy a középiskolánkat hogyan szeretnénk átalakítani, és ennek megfelelően dolgozunk most már negyedik éve. A művészet mindig is jelen volt az iskola életében, első osztálytól középiskoláig, és kifejezetten a művészeti, azon belül is a párhuzamos művészeti szakképzést céloztuk meg. Az attól párhuzamos, hogy a gyerekek a közismeretet is tanulják nálunk, érettségivel fog zárulni a negyedik év vége, és ez mellett pedig nagyon magas óraszámban, délutáni sávban szaknak megfelelően tanulják a grafikus és az artista szakot. Tavaly évben már érezhető volt, hogy a grafikus szakra nagyon nagy az érdeklődés. Sokkal gyorsabban terjedt el, úgy gondolom, a magas szakmai oktatásnak a híre itt a megyébe ezen a területen. Biztos, hogy köszönhető a nagy nevű művésztanárainknak is, vagy annak, hogy több helyen voltak jelen versenyeken, kiállításokon diákjaink. Azzal büszkélkedhetünk, hogy Budapesten a Vazarelli kiállításon is kiállíthatott az egyik diákunk, de pont ma kaptam a hírt, hogy felkérést kaptunk Budapesten az egyetlen ország, egyetlen diák galériából, hogy évvégén tartsunk egy kiállítást. Ami nagy feladat, hogy az artista szakot is sokkal ismertebbé tegyük, annak ellenére, hogy nem csak megyében, hanem országosan egyedüliként iskolarendszerben a budapesti Baross Imre szakképzőiskola mellett nálunk lehet csak tanulni. Kevesen tudják azt, hogy ez az a szak, ahol közel 100%-os az elhelyezkedési lehetőség. Harmadikos, 11-es diákjaink közül is többen vannak már most, akiknek szerződést ajánlottak, nem feltétlen csak Magyarországról. Előtt arról is beszélgettünk, hogy sikerül-e mindenütt feltölteni a tanári létszámot megfelelő óradókkal, vagy éppen főállásokkal. Így hát a következő kör már a személyi feltételekről szól. A Jávorkába sikerült ezt megoldani, vagy még vannak hiátusok? Igen, 95%-ban igen, sikerült megoldani, de vannak plusz óráink, amiket még nem sikerült, van 6 eladó magyar óránk, amire óradót keresünk, egyébként a többi tantárgy az le van fedve. Vannak óradóink angol tantárgyból, és említettem, hogy vadgazdálkodási technikus szak is indul, osztály indul, és itt a Vértesi erdőgazdaságból erdőmérnökök tanítanak bizonyos szakmai tárgyakat, ami nálunk ugye nincs, tehát ők óradóként segítenek megoldani ezt a feladatot, de már hosszú évek óta jó az együttműködés, és szerintem számukra se újdonság ez a feladat. Talentumban? Egyetlen egy óradói státusz volt az, amit az utolsó pillanatban az óradónk igazgatója nem engedélyezett, hogy átjöjjön hozzánk, de ez a mai nappal úgy tűnik, hogy megoldása talált. Nagyon örülök én személy szerint annak, hogy egy kiemelt feladat minden évben, még egy évig, hogy újabb kollégákat keresek, vagy főállásra, vagy óraadásra, hiszen a következő év lesz az az év, amikor mind a 13 év folyam bent van iskolánkban, és véglegesedik az a képzés, az a szerkezet, amit megálmodtunk jó pár évvel ezelőtt. Ugye általános iskolában a két tannyelvű képzés, most már minden 8 évfolyam jelen van, mi egy évfolyamon csak egy osztályt indítunk alacsony osztálylétszámmal, ott mind a magyar, mind az angol tanítónénik, az anyanyelvi lektorok, a közismertett tanítótanárok most már évek óta stabilan jelen vannak, középiskolában az idei évben Budapestről fog egy művésztanár lejönni, grafikát tanítani, illetve egy tatai grafikus művész is jelen lesz óraadóként az iskola életében. Ezt leszámítva, amit a legelén említettem, minden rendben van. Mivel felmenő rendszerben építkezik az iskola, ezért minden évben az ütemtervnek megfelelően mind a személyi, mind a tárgyi feltételeknek meg kell felelni az elnőző szerv tekintetében, tehát ugyanúgy a grafikusoknak idei évben grafikai programokat vásároltunk, mivel plusz egy év folyam bent van, új tantermet alakítottunk ki, úgyhogy ennek megfelelően rendben elindult az év.
Eleknél. Igen, mi ugye abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy a többi iskolával, akik a centrumban tartoznak, ugyanúgy, mint mi tudjuk segíteni egymás munkáját, és így a megnövekedett tanuló létszám nem okozott problémát ugye azért, hogy le legyen olyan, aki ellássa a feladatokat. Így vannak áttanító kollégáink több iskolából is, és őket szeretettel fogadtuk, úgyhogy elmondhatom, hogy talán ez volt az első olyan egy évünk, amikor nem kellett úgymond tanárokat keresni, hanem rendelkezésünkre állt mindenki, és így rendesen tudtuk kezdeni az évet. Szaktanárt vagy közismereti tantárgyat tanító tanárt nehezebb vagy könnyebb, vagy mi az, ami alapján lehet mérni ezt a nevezzük így piacot? A szaktanár természetesen nálunk, mind ahogy a műszaki vonal ugye azért inkább azt mondom, hogy arra nehezebb, mivel ugye azért az iparból jönni és mondjuk hozzánk jönni tanítani, nehezebb összeegyeztetni, mint hogyha közismereti tanárokról beszélnénk. Meg gondolom a finanszírozása is más. Így van, így van. Önöknél? Igazából nagyon sokat nem kerestünk. Szerintem... Igazából nem volt nehézség ezzel kapcsolatban az elmúlt időben. Tehát van jelentkező, ha megtudják, hogy van egy-egy szabad hely, akkor mindig többen jelentkeznek rá. Önöknél? Tanítomiskolában abban a szempontból szerencsés helyzetben vagyunk, hogyha a középiskolai részt nézzük, hogy az artista képzésnek a legnagyobb segítő ez az Állami Artista Képző Intézet igazgatónője, Murainé Szakács Ildikó. Nem volt még olyan szak, nem volt még olyan terület, amiben nem tudtak volna segíteni, hogyha szükség volt tanárt idehívni tatára. Grafikus szakon pedig azt gondolom, hogy az egy a Szigetvári Krisztina személye, Varga Benedek személye, vagy akár most idén Tögörözdi Géza személye, az azt gondolom, hogy megnyugtató a tekintetben, hogy van olyan ismerettségi körük és olyan szakmai múltjuk, aminek köszönhetően mindig találunk olyan kollégát, aki szívesen jön hozzánk tanítani. Tárgyi feltételekről már itt részben esett szó önöknél, de a Blátiban mi egy tornaterem felújításról tudtunk beszámolni, mi történt ezen kívül még? Így van, így van. Igen, ez volt a legnagyobb projektünk egyébként, a tornaterem felújítása. A gyerekek csak ámultak, mikor bejöttek most az első nap, ugye, hogy húha, milyen szép lett. Tényleg így van. Emellett az összes szociális helységet, mind a tanárok, mind a gyerekek részére ugye felújítottuk, amit kellett, cseréltük. Inkább úgy mondom, hogy mondjuk a tanári festés emellett, ami még fontos dolog volt, mert több éve nem sikerült megcsinálnunk ezt, de az ilyen, hát mondhatnám azt, hogy az elhasználódás, esetleges rongálódások miatt lambéria csere, ezek, amik ugye megtörténtek, és ugye nekünk is kellett plusz termeket kialakítani a megnövekedett tanuló létszám miatt, ebbe viszont segítségünkre voltak a társiskolák, így a Fellner iskolától kaptunk eszközöket ezeknek a berendezésére, úgyhogy így rendben vártuk a tanévet így. És várják még a sportcsarnokot is? Igen, azért várjuk, igen. Mert hogy a gyerekek majd mennek önöktől is oda? Reméljük, igen, reményeink szerint megyünk. Önöknél történt, amit említett azon kívül valami olyan? Hát szerintem a minden iskolában szokásos egészségügyi meszelések, aktuális felújítások természetesen működtek. Amit említettem, új tanterem kialakítása, amit nem említettem, új grafikai műhely kialakítása. Évek óta nehezen oldjuk meg az artistáknak a megfelelő hely megtalálása, hiszen nekik a magasság miatt egy olyan csarnok kell, ahova a légtornászeszközöket lehet függeszteni. Az idei évben úgy tűnik, hogy egy hosszú távú szerződéssel ez is megoldódott, úgyhogy ezek történtek. Igazgató, önöknél inkább társult beruházások vannak, hisz a közelben épül a sportpályája, akkor a kosarasoknak a csarnoka, ezekkel közös kapcsolat, mármint a későbbiben aztán tudják használni is, vagy csak a helyszín? Elég sok gondot jelent most az elején. Jó a kapcsolat mindkét sportegyesülettel, tehát vannak közös dolgaink. Igazából ugye ott egy nagy szabású területrendezés történt, és a vízelvezetést azt nem jól tervezték, illetve minket kihagytak ebből, és sajnos mögöttünk, mellettünk föltöltötték a területet, úgyhogy mi ilyen nagyobb esőzéseknél úszunk a vízben, szó szerint.
tehát a sportpálya és a gyakorlókert is az üvegházak, ez elég sok gondot jelentett az elmúlt tanévben. Ígéretet kaptunk az önkormányzat részéről, polgármester úrtól, hogy segítenek ezt a problémát megoldani, illetve a tervezés szintjéig eljutottak, reméljük, hogy ez a gyakorlatban is megvalósul, és tudják használni a létesítményeket. Mi nagyon-nagyon bekapcsolódtunk egyébként a város életébe oly módon, hogy a felújított sportpályát azt az általános iskolás korú gyerekek nagy számban használják edzésekre, és nagyon nagy forgalom van az iskolában délutánonként, hétvégeként. Úgyhogy én remélem, hogy ezt is figyelembe veszi az önkormányzat, és segíti ezt a problémát megoldani. Tantermi és egyéb iskolai felszerelések dolgában hogyan állnak? Nem állunk rosszul, de felújítás az piktaműhelyben volt, a padozat kapott egy ilyen ipari burkolatot, festés volt, a kollégiumban volt a beszerelés, festés, olyan nagyon sok mindent kellene csinálni, és én egy kicsit időnként jól mondjam el, hogy mi tevékenységünk jellegéből elég magas bevételt kell, hogy termeljünk egyébként, tehát tavaly is 86 millió forint saját bevételünk volt, és ez bemegy a fenntartásunkba, tehát igazából ebből mi nagyon felújításra, korszerűsítésre nem kapunk, tehát itt, ha nézzük az iskolák közötti különbséget, annak ellenére, hogy ilyen nagy, magas összegben teljesítünk mondjuk bevételt, a lehetőségeink sokszor úgy gondolom, hogy kisebbek, vagy szerintem. Tehát nem hagyják itt a bevételt, nem tudják saját magukra fordítani? Csak bemegy az iskola fenntartásába, tehát a dologi kiadásokba. Uh-huh. Hát annyival kevesebbet kapunk a központi támogatásképp. Ezt én újra gondolnám, illetve javasolnám a fölöttem lévő embereknek újra gondolni, mert hát sokszor nézem, nagyon örülök egyébként, mert tényleg jó a Tatán az iskolahálózat, és szépen fejlődik minden, meg kívülállóként is szoktam örülni, csak időnként ugye elnézem, hogy mi egy kicsikét, mintha lépés hátrányban lennénk ezen a területen. Mert más a fenntartójuk. Igen, szeretnénk lépni mi is. Nagyon igen. Mennyire optimisták, mondjuk ez egy kicsit pessimista volt, de mennyire optimisták a következő, vagy most már azt mondom, hogy ezzel a tanévvel kapcsolatosan, ha korábbiakhoz kell viszonyítani, minden rendben lesz, úgy ítélik meg, vagy ez egy zűrös évnek néznek elébe? Igazából én úgy gondolom, én optimista vagyok tulajdonképpen, mindig elhiszem, hogy ez azért biztos jobb lesz, mint a másik volt, biztos többet fogunk tudni teljesíteni, jobb lesz a kollégáknak a közérzete, a hangulata, és a gyerekeknek sok programot tudunk a tanítás mellett is szervezni, bízom benne, hogy és az egyéb terveink, és azt mindig azért pörgetjük magunk előtt, és úgy gondoljuk, hogy talán sikerül majd. Reméljük. Igazgató úr? Hát mi szeretnénk, hogyha minden napokban nyugalom lenne, hogyha a tanórákat rendesen meg tudnánk tartani, nem szólna közben semmi olyan kívülálló dolog, rendezvények, szabad napok, ami ezt gátolja, tehát egy nyugodt évet szeretnénk, figyeljük folyamatosan a munkaszervezést, hogy jól csináljuk el a dolgunkat, amiben változtatni kell azt, akár ha kell, akkor évközben is megtesszük. Szerencsére e tekintetben nagyon nagy rugalmasságnak örvendhetünk az alapítványi fenntartás miatt, úgyhogy én abban bízok, hogy egy nyugodt évünk lesz. És a Blátinak? Igen, hát mi most ugye egy biztos háttérrel rendelkező, biztos fenntartóval rendelkező iskolával léptünk elő, úgyhogy úgy gondolom, hogy egy stabil évünk lesz, és én már a kollégákon is látom, hogy sokkal felszabadultabbak vagyunk, mint mondjuk a tavalyi éve, amikor ilyenkor beszélgettünk, és ez ugye az egész iskola légkörén látszik, és remélem, hogy meg is tudjuk tartani egész tanévben. Hát kívánom, hogy mindez teljesüljön önöknek, amit megálmodtak, vagy amit szeretnének a tanévben. A Színes Iskola, az 5-ös gimnázium és a Református Gimnázium igazgatója beszélgető partnerünk. Ugyanaz a kérdés, mint az előző körben volt, hogyan telt az előző tanév, hisz mikor utoljára beszélgettünk, akkor még arról szólt a történet, hogy még a második fél év hátra van, illetve arról is, hogy még vizsgák vannak, versenyek, egyebek. Színes Iskolában mi történt?
Köszönöm szépen, üdvözlök mindenkit. A színes iskolában szerencsére úgy történt a második fél év, ahogy terveztük, az érettségizők ki milyen szinten szeretett volna vizsgázni, azt megtette. Azt gondolom, hogy olyan módon sikerültek ezek a vizsgáik, amennyire tanultak, mi elégedettek vagyunk ezzel. Ötvös gimnáziumban? Én is nagy szeretettel köszöntök mindenkit. A gimnáziumban is ugye mióta utoljára találkoztunk, azóta megtartottuk a leendő góljáinknak a szülői értekezletet, azóta már a nyáron be is iratkoztak, és a végzőseink pedig leérettségiztek, tehát megtörtént a gimnáziumok életében minden évben előforduló csere, hogy jönnek a gólyák és mennek a végzősök. A diákjaink nagyon szép eredményeket értek el a tanév során, és szép versenyeredmények születtek minden területen, szaktantárgyi, testnevelés, rajz területén is. Az érettségizőink pedig szép eredménnyel, sok emelt érettségivel, sokan a felsőoktatási intézményeket megpályázva és oda bekerülve zárták az eddigi pályájukat, és kezdik meg valamelyik felsőoktatási intézménybe a további életüket. Ők már vissza is jeleztek, mindig kérjük tőlük, hogy jelezzenek vissza az osztályfőnöknek, hogy tarthassuk velük a kapcsolatot, és tudjuk, hogy kivel mi történt. A diákjaink a Corvinusra, a Műszaki Egyetemre, a Győri Széchenyi Egyetemre, Veszprémi Pannon Egyetemre, Szegedre, Eltére, tehát alapvetően továbbtanulási szándékukat, amit nyolcadikba bemutattak, azt sikerült is teljesíteni, és tovább tanultak. Úgyhogy sikeres évet zártak a végzőseink. Nem tudom megállni, mert hogy jelezzenek vissza, kritikát is megfogalmaznak ilyenkor a végzős diákok? Mikor visszajeleznek, hogy köszönjük szépen, vagy ez egy másfajta visszajelzés? Hát biztos óhatatlanul megfordul fejükbe kritika, de ilyenkor, amikor már vége van, és pláne akit meg fölvettek felsőoktatási intézményben már csak a szépre fognak emlékezni, meg egyébként is az ötvösbe szerettek járni a diákok. Köszönöm. Református gimnáziumban. Az elmúlt évben 3 osztályban 90 tanulónk zárta a gimnáziumi tanulmányait. Különösen szép eredményt értek el emelt szintű érettségi vizsgákon és a versenyeken. A legrangosabb középiskolai tanulmányi versenyen, az OKTV-n 4 tanulónk jutott az elmúlt tanévben az országos döntőbe. Az összehasonlításról az egész megyében 11 tanulónak sikerült. Ezzel az első gimnáziumok között vagyunk. A nyáron volt még egy szép eseményünk, a Kárpát-medence református középiskoláinak találkozóját rendezhettük meg. Kárpát-medencében körülbelül 50 középiskolából igazgató, tanár és diák képviselők voltak nálunk, közel 200 vendég 4 napig itt Tatán. Különösen felemelő élmény volt találkozni más református intézményekkel, köztük nagy hírű, több száz éves iskolákkal. Igen. Néhány mondatot még szeretnék mondani, ehhez elfelejtettem az előbb. Mégpedig azt, hogy én arra vagyok különösen büszke, hogy nálunk olyan gyerekek is leérettségiznek, akik máshol nem biztos, hogy le tudnának érettségizni. Ezt ők mondják talán, hogy olyan fajta segítséget kapnak, olyan személyes segítséget, ami lehetővé teszi azt a számukra, hogy le tudjanak érettségizni. Megpróbáljuk feltárni azokat a nehézségeket, amelyek a tanulás előtt vannak, melyek azok, egyénileg próbálunk velük amennyit csak lehet foglalkozni, illetve amennyit ők igényelnek, és ennek kapcsán most is voltak olyanok, akik sikeres érettségi vizsgát tettek közülük. Lépjünk tovább, akkor ha már igazgatónál van szó, akkor folytassuk tovább azzal, hogy utoljára, amikor beszélgetünk, az volt a kérdés, hogy sikerül-e feltölteni az osztályokat, elindulnak-e azok a szakok, vagy éppen évfolyamok, amit szeretnének, végül is milyen sikerrel? Úgy tűnik, hogy most az utóbbi időben egyre nagyobb jelentkezés, egyre nagyobb érdeklődés van
van felénk. Nálunk ez nagyon nagy szó, hogy ebben az évben másfélszeres túljelentkezés volt a gimnáziumunkra. Ilyen nem fordult még elő, és ennek az a következménye, hogy elég nagy létszámmal sikerült elindítani az első gimnáziumi osztályt, ami mércénkkel mérve elég nagy létszámmal. Külön öröm számunkra az, hogy a végzős nyolcadikosoknak nagy százaléka maradni akart nálunk a gimnáziumban, de annak is örülünk, akik közben csatlakoztak. Ami még nálunk érdekesség, ugye mi óvodától gimnáziumig tartjuk vagy csináljuk az iskolát, a képzést. Az óvodai létszámunk is megfelelő, és az első, a kicsi elsősöknél is el tudott indulni egy olyan létszámú osztály, amivel elégedettek vagyunk. Ötvös gimiben? Az ötvös gimnáziumban 5 osztály beiskolázását hirdettük meg erre a tanévre. Az Arany János tehetséggondozó program osztályát, ezt indítottuk egy kis létszámú osztállyal, és az angol két tannyelvű osztályt indítottuk el, ezek ugye az 5 éves képzési profiljaink. Az angol két tannyelvű még mindig az egyik legnépszerűbb képzésünk, ide sokszoros volt a túljelentkezés, sok diák szeretett volna ebbe a képzésbe járni, de tanulmányi eredménye alapján és a kompetencia alapú központi felmérő alapján a legjobb 34-et vettük fel. A 4 évfolyamos képzéseinkbe is túljelentkezés volt, jó képességű diákokkal sikerült az osztályokat elindítani. Hát itt is sok diákot el kellett utasítani, akik még próbáltak élni a fellebbezés lehetőségével, vagy még a nyáron is próbálkozni azzal, hogy hát ha sikerül. Úgyhogy tényleg nagyon jó volt a beiskolázásunk, és majd, hogy nem maximális osztálylétszámokkal indítjuk az angol két tannyelvűt és a 4 éves képzésű osztályainkat. Köszönöm szépen. Igazgató úr. A református gimnáziumban 2 9. évfolyamos osztályt, 4 éves gimnáziumi képzésű osztályt indítottunk maximális létszámmal. Ők 150 jelentkező közül választottuk ki azt a 72-t, aki megkezdhette most a tanulmányait. És már az elmúlt tanévben elkezdtük azt a folyamatot, hogy 3 helyett csak 2 osztályt indítunk 4 éves gimnáziumi képzés keretében, és helyette egy 6 éves gimnáziumi képzést is elindítottunk. Idén most már az akkori 7-esek, 8-osok lettek, és ismét sikerült egy 7. osztályt, egy 6 év folyamos gimnáziumi osztályt elindítani. Ők részben a iskolából, részben a város, illetve a megye általános iskoláiból? Ők a környező, majd Tatáról, illetve a környező településekről járnak be. Nekünk kollégiumunk nincsen, tehát csak azokat tudjuk fogadni, akik meg tudják közelíteni az iskolát. Folytassuk a kört a személyi feltételekkel. Egy iskolának az alapja mindenféleképpen a pedagógus, mármint az oktatás szempontjából. Mennyire sikerült szaktanárokkal, illetve a tantestületet úgy felépíteni, hogy ez minden kívánalomnak megfeleljen? A személyi feltételekben nagyon minimális változás van. Gyakorlatilag határozatlan idejű főállású pedagógusok közül talán egyetlen egy volt, aki gyermeket vár, és ezért most néhány évre kikerül a tanításból. Ezen kívül néhány részmunkaidős, illetve óraadó pedagógus személye cserélődött, változott. Ötvös gimiben? Nálunk is nagyon kicsi a pedagógusok között a fluktuáció. Általában, ha van, akkor nyugdíjazás vagy gyermekvárás öröme miatt érkezik új kollega. Most nyugdíjazás miatt érkezett a kollégiumba egy új kollégiumi nevelőtanár, illetve gyermekvárás miatt az egyik testnevelő kolléganő helyettesítésére érkezett új kolléga. Önöknél? Nálunk a gimnáziumban egyáltalán semmi változás nincsen. Az általános iskolában, az alsó tagozatban, illetve az óvodában történt változás, a gimnáziumban nem. Tárgyi feltételekben?
Sikerült előrelépni, biztosítani mindent, ami a működéshez kell? Azt gondolom, hogy igen. A mi körülményeink, hát kicsi iskola vagyunk, és ennek megfelelőek, azt hiszem. Ami örömteli, hogy minden nyáron próbálunk valamiféle változást eszközölni, valamiféle fejlesztést csinálni az iskolában. Azt gondolom, hogy ez az idén is sikerült. Az általános iskolásoknak a játszóterét sikerült bővíteni, néhány mosdót újítottunk föl, akadálymentesítettünk, amit nagyon fontosnak tartok, mert többen vannak az iskolában mozgássérültek, és ez az ő számukra nagyon fontos és jelentős változás. Önöknél? A nyáron sok minden zajlott, a tárgyi feltételek mellett programok is voltak nálunk is, ezek elsősorban a tanulmányi munkához kapcsolódó táborok, sporttábor, vízitábor, az Arany János tehetséggondozó programosoknak, zánkai gólyatábor, illetve a külföldi tanulmányi kirándulás. De természetesen nyáron zajlik az iskola infrastruktúrájának a fejlesztése, illetve karbantartása. A pár évvel ezelőtt megkezdett nagy festéseinket folytattuk. A labor felújítása után a második emeletet, folyosót festettük ki, tavaly az első emeletet, és idén a földszinti folyosó került kifestésre. Emellett igyekszünk mindig azoknak az osztályoknak az osztálytermeit kifesteni, ahova jönnek az új diákok, és bízunk benne, hogy a szép új terem majd azt eredményezi, hogy igyekeznek is megőrizni 4 évig. Vagy 5 évig ennek a szépségét, állagát. Az egyik számítógépes termünkben a számítógép parkot újítottuk fel, hiszen abban a teremben már egy elavult 15 éves számítógép park volt, és az érettségi követelményeknek a változásával, meg az elavult gépek műszaki állapota is ezt szükségessé tette, hogy a módszertani kultúrán gazdagságát minden szaktanteremben, illetve minden tanteremben meg tudjuk oldani, ezért a projektoroknak újabb termekbe való felszerelését is nyáron megoldottuk, úgyhogy most már majdnem minden tantermünkben van projektor kivetítővel. Református gimnáziumban tárgyi feltételek hogyan alakulnak? Mi Istennek mondunk hálát, az elmúlt évben nagyon nagy lépést sikerült tennünk előre. A korábban megvásárolt zeneiskola felújítását sikerült majdnem befejezni. A teljes fűtésrendszer, víz, csatornarendszer, elektromos rendszer megújult, átépítés, festés készült, tűzjelzőrendszer kiépült, és még a nyáron sikerült a szükséges hatósági igazolásokat is beszerezni ahhoz, hogy a működési engedélyünk is teljesen rendben legyen, úgyhogy idén birtokba vesszük ezt az épület részt. Ebben az épületben 4 tantermet tudtunk kialakítani, egy új természettudományos blokkot szaktanteremmel, szertárakkal, laborral előkészítő helyiséggel. A másik örömünk, hogy aki a május egyúton sétál, láthatja, hogy folytatódik a sportcsarnok építése, és az ígéretek szerint januártól már a diákjaink is a korábbi mostoha körülmények helyett most már az új sportcsarnokban tölthetik a testnevelés óráikat. Törvényi változások mennyire módosítják a dolgaikat, pozitív vagy éppen? Hát azt nem mondom negatív irányba. A törvényi változásokkal egy gondom van, hogy nem érzem néha a logikusságot, az előkészítettséget. Most a nyári időszakban, szinte utolsó pillanatban, július utolsó napjaiban módosultak jogszabályok, amelyek érintették a mostani 2016-17-es tanévnek a tantárgyfelosztását is. Kellemesek a változások a pedagógusok szempontjából, osztályfőnöki munkára, munkaközösségvezetői munkára kedvezmények járnak, de ezek fölborították a korábbi tervezésünket, hát újra tervezést
kellett végezni. GPS. És GPS munka, igen. Önök némiként csapódik, vagy csapódott? Nálunk is hasonlóan, hiszen úgy próbálnak a kollégák elmenni nyári szünetre, hogy előkészítettük a következő tanévet, és hát augusztusban nekünk is újra kellett sok mindent tervezni, ezért az augusztus utolsó napjáig dolgoztunk a következő tanéva, 16-os, 17-es tanév előkészítésén. Igazgató? Semmi más különös nincsen ezzel kapcsolatban. Csak ugyanez, igen. Ez a probléma. Igen. A változás ez nagy mértékű, tehát az egész tanévet olyan szinten befolyásolva, mert most itt igazából órarendi kérdésről volt szó. A mi iskolánkban körülbelül másfél státusznyi állás helyet jelentettek azok a kedvezmények, amik a augusztus első napjaiban léptek életbe. Tehát vagy fel kell venni pedagógust, vagy túlórával? Igen, gyakorlatilag pontosan ez a megoldás. Amit lehetett még gyorsan átalakítani a tantárgyfelosztáson, a már meglévő órarenden, illetve hát amit nem lehet, akkor túlórában kell rendezni ezeket a dolgokat. Gondolom ugyanez a helyzet a másik két iskolában. Ez most utolsó pillanatban nehézség volt, mert én egyetemet nyilván csak arra gondolnék, hogy utolsó pillanatban kell még egy szakos tanár után futni, vagy ilyen jellegű a probléma, vagy mivel dilettáns a kérdés, ezért gondolom ez házon belül megoldható az a másik verzió. Hát annyi nehézséget okozott, hogy heteken keresztül dolgozunk egy akkora iskolának, például mint az Eötvös Gimnázium órarendjének az elkészítésével, és azért ezek a változások okozhatnak olyan problémát, ami azt igényli, hogy tervezzük újra az órarendet. Igen. Értem. Mindezek alapján hogyan ítélik meg egy kemény év elé néznek, tehát mennyire optimisták vagy éppen pessimisták, ez volt a záró kérdés az előző körben is. Nem tudom, hogy ki. Talán igazgató. Én szívesen elkezdem. Én azt gondolom, hogy egyrészt ezekkel a törvényi változásokkal sajnos nem tudunk mit kezdeni. Tehát bennünket nem kérdeznek meg ez ügyben, talán szerencsére is bizonyos szempontból. Nem kérdeznek meg ezekről, úgyhogy ezekkel nem tudunk mit csinálni, ezt meg kell oldani, meg kell csinálni. Én sokkal fontosabbnak tartom azt, hogy belül mi történik, hogy az iskolában milyen élet zajlik, hogyan érzik magukat a diákok, hogyan érzik magukat a tanárok, hogyan érzi magát az iskola közössége. Én ebből a szempontból optimista vagyok, azt gondolom, hogy az a fajta munka, amit mi fölépítettünk évek óta, a tanári kar képzettsége, végzettsége, a személyközpontú pszichológiában való egyre alaposabb jártassága, egyre inkább próbálunk körüljárni olyan problémákat, amelyek léteznek, egyre másra kerülnek olyan problémák elő, amelyekkel eddig nem foglalkoztunk, nem volt rá idő, vagy egyáltalán nem jelentek meg, hogy ezek egyre jobban átgondolásra kerülnek, közösen nagyon sokat dolgoznak a tanárok azon, hogy megfelelő válaszokat tudjanak adni ezekre a nehézségekre, problémákra. Nagyon sokat dolgozunk a gyerekekkel, beszélgetünk, kíváncsiak vagyunk az érzéseikre, és amit nagyon fontosnak tartok, hogy a gimnáziumban, amikor elkezdődik az év, hogy akkor egy nagyon jelentős, beszélgetünk nagyon sokat, egy pszichológiai töltetet adnak, megpróbáljuk a közösség erejét egy kicsit emelni, az én erőt emelni, hogy kimerjenek állni magukért, hogy merjenek beszélni, hogy föl tudjanak tárulni azok a nehézségek, amelyek a tanulás előtt vannak, hiszen tudni jó, tanulni nem mindig, mik azok a akadályok, amelyek ebben állnak, miféle segítségre van szükségük, próbáljuk meg ezeket minél tisztábbá tenni. Én azt gondolom, hogy elég régóta, de egyre erősödő igényünk van erre, hogy ezeket minél tisztábbá tudjuk tenni, és minél tisztábban, világosabban, egyenesebben tudjunk a tanévnek menni. Köszönöm. Eötvös Gimnázium.
Hát ha az alapján mérem az optimizmust, hogy milyen volt a beiskolázásunk, milyen gyerekek érkeznek a gimnáziumba, milyen eredmények várhatók, milyen a szakos ellátottságunk, milyen a tanároknak a képzettsége, milyen sokan járnak továbbképzésre, milyen sokan mesterpedagógusok járnak érettségiztetni, emelt szintre, középszinten érettségi elnöknek, akkor azt látom, hogy a tanáraink dolgozni szeretnének, a diákjaink tanulni szeretnének. Tehát ami az iskolán múlik, az minden adott ahhoz, hogy jól működjünk. Ha csak rajtunk múlik, akkor mi jól működünk és optimista lehetek. Köszönöm. Reknél igazgató úr. Az eredmények és a jelenlegi feltételek alapján optimista vagyok. És most egy kollégáim is optimisták, és egy lázban ég a természettudományos munkaközösség. Már az elmúlt évben, 2005-ben is, és most a 2016-ban másodszor is sikerült a Nemzeti Tehetségért Mozgalom pályázatán nyerni, így Lego robotokat tudott vásárolni az iskola. Már a két kollégánk továbbképezte magát, most már ők a National Instruments-nek a mentorai, és együttműködünk az Edutus főiskolával is, úgyhogy most már a 8. osztályosok kerettantervében szereplő programozást is a Lego robotok programozásán tanítjuk, ami egy látványos, és nagyon kedvelik ezt a diákok. Hát köszönöm szépen, azt kívánom, hogy sikeres tanév legyen, legalább olyan, mint a korábbiak voltak, és akkor nem hinném, hogy valami gond lenne ellenőrzőbe, legalább akkor egy jeles bekerül minimum, ha nem kitűnő. Köszönöm szépen a beszélgetés nézőnek, pedig megköszönöm megtisztelő figyelmét, további szép estét kívánok!